Az elmúlt hét második felében Debrecen adott otthont a fiú junior kosarasok országos döntőjének. A nyíregyházi együttes mindhárom csoportmeccsét megnyerte, a Vasast 70-68-ra, a Szombathelyt 96-64-re, a budapesti Honvédot pedig 65-46-ra verték Pető Ákos tanítványai. Az elődöntőben a Pécs ellen 62-61-re győzött az NSC, a fináléban pedig a Soproni sportiskolánál bizonyultak jobbnak, 57-51-re a nyíregyháziak, 2011 után ismét aranyérmet szerezve a junior korosztályban. Az első meccs olyan szempontból nehéz, hogy azért mindig belelendülni egy döntőbe, akárkivel játszik az ember, nehéz. A Vasas az alapszakaszban oda-vissza megvertük, ez talán kicsikét csalóka is lehetett, sikerült a végén két ponttal behúzni, utólag azt mondom, hogy talán az volt a legnehezebb mérkőzés. Igaz, az elődöntő, igaz, hogy az egy pontos lett a Pécsen, ott nagy előnyt adtunk le, de az a meccs volt, hiába az az egy pontos, hogy nem igazán volt kétség szerintem, hogy megnyerjük. A legkönnyebb meccs a Falkó volt, talán nagyon feküdt nekünk a stílusuk, vagy mi nem feküdtünk nekik, és azt egy simán 32 pontos győzelmet tudtunk aratni. A döntő az pedig döntő. Azt nem kell megmagyarázni, mindkét csapat oda tette magát, nagyon keményen, nagyon jó szerkezetű volt a Sopron, nagyon jó szerkezetű volt a mi csapatunk is. Nem is feküdtünk annyira egymásnak, ezért 57-51, tehát relatíve kevés pont volt. A nyíregyháziak legrutinosabb játékosára, Fazekas Csabára minden mérkőzésen külön készültek az ellenfelek, de a torna válogatottjába így beválasztott kosaras megbirkózott a rá nehezedő nyomással. Szerintem az első mérkőzésen rajtam is látszódott ez a nyomás, de szerencsére le tudtam vetkőzni az első meccs után, ugyebár már a csoportmeccseken látszódott, hogy könnyedébben nyertük a mérkőzéseinket, mint ez rajtam, mint a többieken is látszódott. Az elődöntőben szerintem már abszolút úgy mentünk oda, hogy felszabadult volt a csapat, és tényleg tehermentesen tudtunk játszani. Azért is sikerült megnyernünk. A torna válogatottjába szintén bekerülő és a legértékesebb játékosnak is megválasztott Mokánszky Máté szerint a csapategységnek köszönhető az, hogy veretlenül sikerült megszerezniük a bajnoki címet. Szerintem nagyon jó csapatmunkával tudtunk játszani, mindenki hozzá tudta tenni azt, amit tud, meg amit szeretett volna. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól játszott, nem volt egy senki olyan, aki hullámzó lett volna, mindenki egy kiegyensúlyozott mutatót tudott mutatni. A junior csapat több tagjára még várnak feladatok a Nyíregyháza Blue Sharks hátra lévő bajnoki meccsein, azt követően pedig Fazekas Csaba és Mokánszky Máté csatlakozik a szkopjei B csoportos junior Európa-bajnokságra készülő válogatott kerethez.